Hamburgi Muskotáj, szeptember 22-én. Ez egy nagyon régi fajtám. Késői, finom, kék csemege szőlőfajta. Nagyon piacos, könnyen eladható, talán a szép neve miatt is, és a kellemes muskotályos zamata miatt. Elég késői érésű. A darazsak is nagyon szeretik, ezért sok-sok fürtjét bevédtem. Igazából repedésnek ellenáll, szerencsére, mert az utóbbi napokban hatalmas esőzések voltak. Ez két lugas tőke, amit mutatok, az egyiken 30, a másikon körülbelül 40 fürt van. Tehát elég sok, viszont szabályozva vannak a fürtök. Ennél, ha hagytam volna, sokkal nagyobbak lennének, viszont akkor nem értek volna így be, mint ahogy most beértek. Kóstolgatom természetesen jó ideje, és holnap után le fogom az egészet szedni. Nem várok vele tovább, mert a sok víztől valószínűleg, hogy romlani kezdene, ha nem szedném le időben. Szeptember 25-e van. A lugason leszettem a hamburgi muskotájt, két láda, körülbelül 20 kiló. Nagyon szép volt az idén, szabályozott fürtök szépen beértek mára, nagyon finom, semmi probléma nem volt vele. Október 12-e van már, a lugason kívül több tőkém is van a hamburgi muskotájból. Ezek 10 éves oltványok. Nagy részüket természetesen már leszettem. Néhány nem túl piacképes fürtöt azért fent hagytam, hogy később is lehessen belőlük csipegetni. Azért a rovarok már kikezdik a bogyókat, tehát sokáig ezt sem lehet nyilván tartani, de én úgy gondolom, hogy ez még így is szép eredmény, hogy eddig kibírta. Ilyenkor van egyébként igazán finom muskotályos zamata a fajtának, nem az érése kezdetén. Én mindig meg szoktam várni, hogy kialakuljon ez a finom muskotályos íz. Ez a fajtának igazából az értéke. Idén messze nem volt olyan lisztharmat fertőzés, mint tavaly. Ez is közre játszik abban, hogy október 12-én még tőkén lehet tartani a hamburgi muskotát. Mert egyébként nem rezisztens fajta, sajnos védeni kell a gombák ellen.